Alin teheti Goldi. Azzal kezdődik a 16. rész, hogy Bakugo elindul Deku irányába, hogy kinyírja, ha esetleg meg akar halni. ki fogja elárulni Kalcukinak, hogyha esetleg Deku meghalna, nem fogja majd kinyírni, mert hát már halott, de mindegy, értettük a poén, lehet, hogy egy kicsit még feküdnie kellene Bakugónak. Közben átváltunk a fiatal Hawksra, aki tévé előtt nézve eldöntötte, hogy most All Might vagy Endeavor Simple és Endeavorra esett a választásra, hiszen elég Fogalmazhatunk úgy is, hogy eléggé hotték volt ez a tól hogy. Ende volt választotta. A legtöbb esetben mindenki az első számú hős választaná. Elég hátrányos helyzetű családban nőtt fel Hogs, de szerencsére a szökésben lévő apját elfogta Ende volt, így már volt esélye változtatni a robokban hevert helyzetén. Egy csapat felfedezte benne a potenciát, hogy azokkal a szárnyakkal még remek hős is lett belőle, és elvitték elvágva az eddig életétől teljesen. Új identitása lett, és ő lett. Hóks. Szerintem, hogy elég jó előtörténete elő volt ez Hogsnak, nem is annyira bonyolult, és így könnyen fel lehet ezt és valljuk be kellett mert Hooksnak valami self-made uh, ellenes történet, hiszen eddig tényleg azt tudtuk, hogy ő a menő Hawks, aki aki csak úgy repül a nagy vörös szányakkal, és igazából Tök. menő, meg minden, és nem gondoltunk bele, hogy van egy sötét oldal a karakternek. Közben kiderült, hogy Hooks anyja köpte be az igazi nevét Debinek, ezért tudta Debi igazából a harmadik részben felkiáltani Hooks igazi nevét, hiszen Hát kiderítette, ennyire messzi lementek, wow. Még a hatása megvolt, meg volt, mert kizökkentette Hawksot, szóval elég ügyert se el, hogy a gonosz tényleg nem csak ott megállnak, hogy oké, okay, verekedjünk a hősökkel, hát erősebbek vagyunk, vagy valami, megszereznek egy igazi nevet, és kizökkentik harc közben, és ezen múlhat az egész csata. Mielőtt tovább megyünk, amúgy ez mennyire jól kinéző design. egy olyan gonosztevőnek, akit ebben a részben látunk utoljára, egy... Ende volt teljesen össze van törve, ami élethető, hisz már kétszer is elbukott annál, hogy fiai életéről volt szó, és uh, meg kellett volna állítani a gonosztevőt, hogy egyáltalán megvédje őket, szóval hogy megvédje igazából a fiait, is, hát ott állt mozdulatlanul. Rusztója visszatért, és ő a az Debi, ami az eléggé nagy trauma, hogy te igazából cselbe hagytad az egyik fiadat, akiből akartál egy olyat csinálni, mint te, vagy jobban, hogy legyőzze olmájtot. És helyette teremtettél egy gonosztevőt, aki vadászik emberekre, megölt embereket is, most már az egész családodat ki akarja nyílni, veled együtt. Szóval rendesen összetölt volt közben amúgy az ajtóban ott voltak tudorokék, szóval igazából hallották a felét a kis hát, zokogásának, az a fej tudorokinek. van nagyon össze van törve, és próbál átadni, amit érez, hogy megértse a fiai, hogy ez, ez, ez tényleg, ez egy hatalmas dolog neki is, és átérzi is. Most már nem egy ilyen nem egy ilyen modoratlan apuka, aki csak azt lássa, hogy van egy célja, és a felé megy, és leszalja, hogy mi a következő, leszalja a családi helyzet, és stb., hanem tényleg átérzi a helyzetet. Még igazából közbevágott, igen! A Todoroki anyuci, Rei Todoroki végre újra képernyőre kerül, nagyon vártam már azt a pillanatot, hiszen én már a második évadban is mondtam, magamnak persze akkor még, hogy ez a nő nem csak ennyi szerepet érdemel, hogy egy kórházba van dugva, és akkor tudod, aki néha látogassa, és talán ez a motiváció, hogy ah, oh, egyszer anyámat kiengedem a kórházból, mert tudom, hogy normális. Nem, ebből többet is ki lehetett hozni, és tök jó, tök jó. Én szeretem azt a karaktert, mert már női karakter, nem, amúgy tényleg nagyon jó karakter, szerintem egy nagyon jó kis uh, support karakter lesz így volt mellett, meg Todorokiék mellett. I igaz, igazából kórházban látta a legtöbb eseményt, ami történt mostanában, és úgy fog alkotni véleményt, úgyhogy nem volt ott a legtöbb dolog, nem. Amúgy hát, szerintem ez egy nagyon jó rész volt, hisz felvezeti a következő részt, ami arról fog szólni, hogy jobban megismerjük a kicsi tóját, szóval hát szerintem lehet izgulni nem?